Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECG tesztek. A mai videóban a Zero Minivel fogunk megismerkedni, annak is a 60 wattos módjával, amit, hogyha széthúzzuk, akkor láthatjuk, hogy egy egyaksival rendelkező roppant kompakt kis készülék, kb. Mint az IPVD2 méretben hasonlít hozzá. Annyit lehet róla tudni előjáróban, hogy 60 wattig használhatjuk, és mindezt tehetjük varivatt üzemmódban, vagy TC üzemmódban, és ott is nikkel vagy titán huzallal, illetve itt még tudjuk állítani még a hőmérsékleti együtthatót is, ami megnyitja előttünk az utat, hogy akár SS húzallal is használjuk példának okáért. Amit lehet még róla tudni, hogy ez a készülék rendelkezik például rövidzár elleni védelemmel, és 0,08, azaz 0,08 ohmtól 3 ohmig terjedő kazán ellenállással használhatjuk. 3 volt alatt kapcsol ki a készülék, tehát túlmerülés elleni védelemmel is rendelkezik, illetve hogy DC-DC konverter van benne, ami lefelé is szabályoz. Tehát, hogyha nekünk olyan kazánunk van, amit mindenféleképpen alacsony feszültséggel szeretnénk megküldeni, azt is fogja tudni DC-DC-vel, nem pedig PWM-mel megszaggatva, tehát nem lesz kobrázás, hanem szépen lefelé is szabályozni fog nekünk a készülék. 20 amperes áramkorlátja van, és 8,4 volt a max kimeneti feszültsége, ami magával hozza azt, hogy ez a 0,08 ohmos ellenállást nem minden esetben tudjuk vele meghajtani. Na de nézzük meg közelről, és hogy hogy működik a készülék, aztán pedig fújunk vele pamacsokat jól. Így kapjuk meg az Zero Minit, és bontsuk is ki akkor. Akkor ezt így már pakolhatjuk is. Itt van egy user manuál, hogyha valaki szeretné egzotikus nyelven is leírva. Található még a dobozban egy darab töltőkábel, ami ilyen jópofa kis mágneses, illetve maga a készülék. A dobozát elrakjuk. Itt van tehát maga a készülék. Vegyük szemügyre kívülről, és nézzétek el nekem az új lenyomatot, de hát hiszen ezt már használtam. Haladjunk föntről akkor, amit látunk, hogy azon kívül, hogy meg van kopva, hogy itt van neki egy rugós középérintkezője, ami kicsit olyan szigetelésben van, föntről nézem, mint az ökörhugyozás. De hát ez van, ezt kell szeretni, és félre is ugrattam egy picit most, jó? Amit még láthatunk, hogy itt van a tűzgomb, két kisebb gomb a teljesítmény szabályzásra, és egy USB töltő, illetve alul és fölül egy-egy csavar, amivel összeszerelték. Ezt a tokot, ha sikerül lehúzni róla, ami lehet, hogy némelyik felhasználónak egy kis gondot fog okozni, mert ez a kelleténél jobban össze van nyomva, ezt már én feszegettem szét utólag, hogy használni is tudjam, akkor láthatjuk, hogy itt van maga a készüléktest, bakelit, és fönt egy
rugós érintkező. Láthatjuk is, hogy a folyadék már kikezdte, úgyhogy egy alapos tisztítás erre is ráfér. Lent pedig a mínusz. Itt ez az elszíneződés abból adódik, amire majd ki is térek a későbbiekben, hogyha itt a csatlakozóba likvid folyik, az itt leszivárog, és az egész bakelit test innen, illetve ide is rácsurog, és azt láthatjuk itt, ez köszönhet vissza. Egyéb mást nem lehet rajta látni, anélkül, hogy behelyeznénk az aksit. És benne is van. SXK60, és ez most temp módban van. Amit lehet erről a készülékről tudni, és nem is fogom visszahelyezni akkor most ezt a házat, ez ugye a 60 wattos verziója neki. Ez kezel sima VV üzemmódot, illetve ahogy láthatjuk is, TC üzemmódot is, és amellett, hogy TC üzemmódot kezel, a temperature koeficiens, az a hőmérsékleti együtthatóval is tudunk játszani, tehát nem csak titán és nem csak nikkel 200 húzallal tudjuk használni, akár SS húzalra is, vagy bármi másra, aminek tudjuk a hőmérsékleti együtthatóját, be tudjuk állítani. Nézzük meg működés közben, de ahhoz, hogy ezt működés közben meg tudjuk nézni, én ezt kikapcsolom. Ilyenkor ugye nem csinál semmit. 1, 2, 3, 4, 5. Bekapcsolt, üzemkész. Ahhoz, hogy bemenjünk a menüjébe, a tűzgombot kell 1, 2, 3-szor megnyomni, és itt már láthatjuk is, nem túl sok menüpontja van. Watt, titán és nikkel. Maradjunk a watt üzemmódnál. És ahogy leokéztuk, már ki is lép, és írja is, hogy check atomizer, hát nincs rajta semmi, szentem, de majd akkor én most jól rárakok valamit, mondjuk az előzőleg már használt Pelzo V2-t. Úgyni. És akkor, ahogy megnyomjuk, ki is írja, hogy new coil up, vagy hogyha a régi tekerés az a same, a down. Mivel most raktam föl és új, megnyomom az appot, bár teljesen irreleváns, hiszen vari watt üzemmódban vagyunk, és azért én ezt lejjebb veszem, hogy fölöslegesen ne izzítgassak rá. De szépen látszik is ilyenkor. Na, akkor meg is tudjuk nézni a leszabályzást. 1,32. 3,25. Tehát szépen dolgozik lefele is, és nem egy PWM-es akármivel, elektronikával szaggatja meg. Hát ilyenkor aztán gőz se, hang se jön belőle. Amit látunk a kijelzőn egyéb iránt, az itt van, kijelzi az akkumulátorunk töltöttségét, fölül kiírja a kazánunk ellenállását. Én ezt úgy vettem észre, hogy körülbelül egy 2-3 századot csal egyébként. És lent az aktuális feszültséget, és itt tudjuk beállítani jelen esetben a teljesítményt. Hogyha szeretnénk belépni a menübe, akkor még egyszer 1-2-3, és itt tudjuk megtenni. Hogyha itt most megnyomom az okét, akkor már át is léptem TC üzemmódba, ezt a kazánt le is tekerem én erről ilyenkor. Úgy. És egyből meg is nézhetjük, hogy hogy tudunk állítani ilyenkor hőmérsékleti együtthatót. Mert ugye semmi más menüpontunk nincs, más sem kell tennünk, csak megnyomjuk egyszerre mind a három gombot, és már be is léptünk. Ő a nikkelnek 69-et állít be hőmérséklete együtthatóként. Maradjunk abban, hogy 62, és leokéztuk.
plusz-minusz gombbal értelemszerűen a hőmérsékletet tudjuk állítani, és ennyi. Itt, amit látunk, a wattot, azt hát sajnos ahhoz ugye be kell lépnünk megint a menübe. Teljesítmény, beállítani a nekünk kellemes, mondjuk 20,6 wattot, megint belépünk a menübe, átállítjuk nikkelre, és ott van most már 20,6, viszont megint elállítja magát ilyen esetben, de kész is vagyunk ezzel, és akkor most meg is nézhetjük, hogy vajon pirít-e vagy nem pirít-e, úgy működik-e a tempje, ahogy kell, illetve a temp kontrollja. Nem is tekerem be jobban, mert azt mondja, hogy igen, ez egy új tekerés most, és ki is írta, hogy 0,16 ohm, maradjunk a 210 foknál, kicsit úgy fordítom a tekerést, hogy az is látszódjon, még van mozgástér a rugós középérintkező véget, úgyni, nézzük. Tökéletes. Enyhén megbarnult, ahogy az ilyenkor várható. Egy pici sistergést azért lehet hallani, mert ugye ez egy használt kazán, nem pucoltam ki, csak belehúztam, de látszik, hogy szépen teszi a dolgát, és leszabályoz. Titánnal nem próbáltam ki, SS-sel és NI220-allal kipróbáltam, azzal tökéletesen működik. Mit lehet még a készülékről tudni? Én ezt most visszaváltom, 1-2H, na, visszaváltom watt, tehát varivatt üzemmódba, és ezt leveszem ide. Hogyha egyszerre megnyomjuk a lefele és a tűzgombot, akkor ez a stealth módba tudunk lépni, tehát nem fog a kijelző semmit mutatni, de ettől függetlenül ugyanúgy dolgozik. Ismét csak a felszót hívom segítségül. Ezt kikapcsolom, és akkor kicsit följebb veszem, hogy lehessen hallani, ahogy rotyog. Így. Ezt átállítjuk akkor most lopakodóra, és ugyanúgy működik. Visszakapcsoljuk, úgy. Ha zsebben hordjuk a ketyerét, és nem szeretnénk elállítani a nagyon szeretett 14,8 wattról, megnyomjuk a pluszt és a mínuszt egyszerre, és ebben a pillanatban a készüléket használni tudjuk, de a teljesítményt nem tudjuk elállítani. Kikapcsolása ugyanígy, és már megint működik. Hogyha megnyomjuk a plusz és a elsütő gombot, vagy a tűzgombot, akkor pedig a kijelzőt tudjuk megfordítani. Így né. Amit lehet róla tudni még, hogyha a készüléket huzamosabb ideig nem használjuk, csak rajta van a kazán, és szívtunk, pöfékeltünk, letesszük, eltesszük a kocsiban, éppen nem használjuk, visszavesszük a kezünkbe, és ugyanazt fogja kiírni, mint hogyha egy új kazánt helyeztünk volna rá, mégpedig azért, mert ő elmegy készenléti üzemmódba, és ugyanezt fogja kiírni. Gyakorlatilag azt fogjuk tapasztalni, hogy mondjuk egy fél óra, óra nem elcigizés után megszívjuk, nyomjuk a gombot, és semmi nem történik. Ránézünk a kijelzőre, ó, új coil. Akár azt is nyomhatjuk, vagy a lentit is, teljesen mindegy, hiszen itt most teljesítmény üzemmódban vagyunk. És már működik is.
Nézzük meg akkor a készüléket működés közben. Megvolt a közelről bambulás, most akkor megnézzük, hogy egy pár kazánt meghajtva vele, hogy üzemel a ketyere. Rátekerek egy Pelszó V2-t, amit egy előző videóban megnéztünk. Bekapcsolás után egyből találkozunk azzal, hogy New Coil Up, Same Down. Ez egy új tekerés, úgyhogy megnyomtam a fölfelét. És nézzük. Megnézzük, hogyha leállítjuk mondjuk 2 wattra, akkor tényleg a DC-DC-t használjuk-e, és valóban csak annyival tolja meg, és nem PWM-ezget, amennyit ez a teljesítmény megkövetel tőle. Ezt visszaállítom mondjuk 11-re, és már is 3,95-tel tolja. Ez jó. Letekerjük ezt a kazánt. Rátekerünk egy másikat, ami a változatosság kedvéért szintén egy drip kazán. És megtanítjuk neki, hogy ez egy új tekerés. Ez most 0,68 század ohm old school üvegszállal. Nézzük 10 watton. Ezzel is tökéletes. Megnézzük egy harmadikkal, csak hogy be tudjuk bizonyítani, hogy a méret a lényeg, és még ezeket a csúnya nagy tankazánokat is elviseli a készülék. Így szoktam használni igazából. És ezt egy picit följebb vesszük. Nosza. Ne fütyülj! Tök jó. Fütyülsz és hazudsz. Itt a nemzeti nagyjaink között. Ahogy láttátok a kis videóban, illetve a közeli videóban, tökéletesen megbirkózik egyébként a titán helyett a Nik 220 allal is. Titánom nincsen, ezért nem is tudom, miért mondtam. És megbirkózik a változtatható hőmérsékleti együttható miatt gyakorlatilag bármilyen húzallal, amit mi rátekerünk, legyen az akár 316-os SS, 317-es SS, vagy Nik 200, vagy titán, vagy akármi. Beállítjuk a megfelelő tempkoeficienst, ami nekünk mondjuk a húzalhoz kell, és azzal fogjuk használni, és láttátok, nem éget vele. De vissza a driphez. Hát persze, új tekerés. Na, nem rossz ez.
Vicceltem. Na, akkor csapassuk neki. Nézzük a pozitívumokat, amit lehet róla tudni, szerény véleményem szerint. Pozitívum a méret, ami mondjuk, mint ez a Big Tank, vagy mellé teszek egy Origent, már hogy a kicsit, vagy mellé teszek egy Belzót, vagy mellé teszek egy decis flaskát, vagy mellé teszek egy, a Milka csokimat nem. Szóval pici. Ami pozitívum tehát nálam a méret, hogy változtatni lehet benne, ugye, hogy tudja a nikkelt, a titánt, és a hőmérsékleti együtthatót is tudjuk vele állítani. Ez is pozitívum. A rugós középérintkezője az mindenféleképpen megér egy misét, mert attól függetlenül, hogy úgy néz ki föntről, mint az ökörhugyozás, egészen fönt van, és ezáltal a kazán állítgatásokra nem volt ezzel a készülékkel szükségem, középérintkezőt nem állítgattam a kazánokon, egyszerűen rátekertem, és olyan gyönyörűen lehetett érezni azt a pontot, amikor már fogta a kazánt, már pedig az itt van. Tehát egy jó másfél milliméter, és még utána tekerem be, tehát patentul ült a készülékem, minden kazán, egy picit megkaristolta valamelyik nagyobb tank, de mit sem von le az élvezeti értékéből a használat közben. Ami még tetszik, az tetszik. Itt van rajta a töltőcsatlakozó. Ami viszont nem tetszik, hogy a gyári kábel, amit adtak hozzá, az hellyel közzel jó, de az is olyan, hogy ha leteszem az asztalra, és beledugom, akkor ott senki nem mozduljon meg az asztal környékén, mert egy pici mozdulat, és már kijött a helyéről, és szerintem baromi lassan tölti egyébként. És akkor át is tértünk a negatívumokra. Ami nekem negatívum volt, az az akkuidő. Pedig nem 1000 wattokon használtam. Tényleg ez a 10-16 watt maximum, és hát egy fél nap se, és hogyha úgy vagyok vele, hogy pasztru, és majd ezzel akarom tölteni, és közben használni, hát azt felejtsétek el, mert mint mondtam, annyira mélyen ül az USB ajzat benne, hogy ha egy normál telefon USB töltőt, ha rádugok, vagy rádugtok, akkor egyszerűen nem tudjátok beledugni, mert olyan széles a feje, a hozzávaló csatlakozó is egy picit lötyög benne, úgyhogy tényleg az a megoldás, hogy aksi ki, újad be. A másik negatívum ezzel kapcsolatban, ha már itt az aksi ki-nél járunk, az bizony ez. Hát azért ezt szokni kell. Ezen már egy picit hajlítgattam, mert gyárilag annyira szoros volt, hogy képtelenség volt. Tehát száraz kézzel úgy, ahogy le lehet húzni, de egy picit érdemes rajta feszíteni. De ha meg túl feszíti az ember, akkor meg úgy fog járni, mint Katiban a gyerek, tehénen a gatya, mindenki úgy, ahogy szeretné, behelyettesíti a kedvenc hasonlatát erre. Egy picit hajlítgattam rajta, aztán kilazult, aztán összenyomtam, aztán túlszoros volt, aztán megint hajlítottam kifele, aztán majdnem jó volt, összenyomtam, na most nagyjából jó. Tehát az az akufedél. Ezt félre is tesszük. A másik, azt észre lehet venni, hogyha egy pici likvid bekerül a rendszerbe, közelebb viszem, hát ha meg tudjátok így nézni. Egy pici likvid bekerül a rendszerbe, akkor az 5-10 csatlakozón keresztül ráfolyik a bakelitre, és itt fog leszivárogni az akutest felé. Úgyhogy ha
azt tapasztaljátok, hogy az aksitok, bocsánat, hogyha a kazánotok megfolyt, akkor érdemes levenni a burkolatot, kivenni az aksit, és egy picit ott is megtörölgetni, mert nekem is előfordult, hogy itt a bakelit volt nedves a likvidtől. Pozitívum még, csapongunk itt. Pozitívum a DC-DC konverter, illetve hogy lefele nem PWM-mel szabályoz. A negatívum, ami nekem nem tetszett benne, hogy minden egyes kazán cserénél ugye new coil, yes, no, ez tiszta sor. De a takarékosság jegyében egy idő után, most meg nem mondom nektek, hogy fél óra vagy egy óra, a készülék készenléti üzemmódba megy, és ha addig nem használjátok, és aztán szívjátok, és egyszer csak, mi az Isten, ó, new coil, és akkor rá kell nyomni, hogy új vagy régi, ilyenkor mindig újra kalibrálja magát, úgyhogy én mindig a new-ra nyomok, teljesen mindegy igazából, hogyha nem veszitek le a kazán, de nekem volt olyan, hogy hosszabb ideig a kocsiba nem nyúltam hozzá, szívok, mi az Isten van, megint meg kell nyomni, és akkor utána jön. Szóval ennyit tudnék negatívumként felsorolni. Meg az, hogy sokszor előjön az a jelenség, illetve elérkezik az a pillanat, hogy ugye már azt a teljesítmény nem tudja az aksi kitolni, mert térdel, amennyi nekünk kéne, és mi beállítjuk a 12 wattot, akkor nem azt csinálja, hogyha nem tudja kitolni, hogy puff, kikapcsol, hanem ő egészen addig teszi a dolgát, amíg el nem érjük azt a kritikus 3 voltot, és akkor ott kikapcsol természetesen. Azt vesszük csak észre, hogy alacsony az aksink töltöttsége, megnyomjuk a tűzgombot, és mondjuk nem 12 watt, mint amire most van állítva, hanem így letérdel, és azt mondja, hogy 6,5, 6,7, éppen amennyit ki tud magából tolni. Azt vesszük észre csak, hogy a végén fogy a gőz. De hát ez van, aksit kell cserélni akkor. Sokkal boldogabb lennék, hogyha hetente csak egyszer kéne aksit tölteni, de nem így van. Ezzel pedig hatványozottan igaz, hogy jó, hogyha az embernél van plusz egy-két aksi, mert zabálja a kazán ellenállás az aksink élettartamát, úgyhogy egyfolytába töltenünk kell. Hát, ha keveset szívjuk, keveset. Amit még megfigyeltem, és ez a készülék sajátossága, ugye, hogy egy fémkeretbe van az egész, és ugye ezekkel a pici drip kazánokkal használtam leginkább. A drip kazán meg olyan, hogy melegszik. A fém az meg olyan, hogy vezeti a hőt. Tehát, hogyha ezt szívogatjuk egy ilyen 10 percet, negyed órát, 20 percet, akkor érezzük azért, hogy szépen sugároz le a kezünk felé a meleg, és körülbelül idáig érezzük azt a meleget. Sőt, ha levesszük a burkolatot, mert én egy idő után úgy használtam csak a készüléket, hogyha le tudom húzni, le tudtam, hogy így, és akkor így egyszerű az aksit is cserégetni, ne franc fog szórakozni ezzel a burkolattal. Szóval így használtam, akkor meg pláne lehetett érezni a hőt, amit átvett a kazántól maga a készüléknek a burkolata. Mindent egybevetve, egy ilyen kocsiba rohangászós, zsebbedobós, hát nézzétek meg mekkora, ekkora készülék, nem kell azon meglepődni, hogy ennyit bír. Én ezt tényleg arra nagyon szerettem, hogy bedobtam a kabát zsebembe, bedobtam a kocsiba, aksit cseréltem, és használtam tovább, és borzasztó pici volt, tehát mondom, mint a D2, és hogy tudtam állítgatni úgy a hőmérsékleti együtthatót, ahogy én szerettem volna.
Hát ez az én becsípődésem egyébként, hogy én nem vagyok nagy TC huszár, és nem használok mindenféle ilyen huzalt, mint Nik 200, vagy az SS-t sem így használom, titánt meg végképp nem használok, úgyhogy én ilyen varivatt huszár vagyok, így szeretem használni a készülékeket, aki meg a dry hit miatt használja a TC-t, az tanuljon meg csepegtetni, aztán odafigyelni a jelekre. Ugye, Boris? Nem égetjük el a kazánomba a vattát. Szóval mindent egybevetve, hogyha még a burkolatot is ráteszem, nagyon patent kis készülék, és szerintem az ára sem vészes, úgyhogy akinek az ismertető alapján megtetszett ez a kütyű, az szépen ballagjon el a GearBest weboldalára, onnan rendelje meg, amíg tudja. És készüljetek mindenki kazánnal, készülékkel, mert nem biztos, hogy ez sokáig így lesz. Addig is iratkozzatok föl a csatornára, amíg tudtok, és mindenkinek további jó gőzölgést az Úrban. Szevasztok!